amikor Tolnán járok, akkor valahogy nekem mindig bevillan az, hogy 1996 Buda tavaszán ilyenkor arról álmodoztam, hogy összehozunk egy a megyében élő amatőr képzőművészekből egy társaságot, és megpróbáljuk, hogy mi nem legyünk közösen. Így nyitotta meg Lönhardt Ferenc a Bárka Művész Szalon legutóbbi kiállítását. A Tolnai Magház két évente ad otthont az alkotóközösség munkájának bemutatásához. A kiállításnak az a címe, hogy Tolna megyében ... Tehát minden, ami Tolna megyében látható volt, vagy akár csak elképzelhető is, azok közül itt van jó néhány kép a falon. A mi Bárka tagjaink alkották őket valahányan, és hát itt próbáljuk bemutatni. Elég régóta járunk már ide-vissza ebbe a Bárka Biennális című sorozatban. Ezt annak idején azóta elhunyt kedves kollégánk álmodta meg, és korábban tematikus kiállításokat csináltunk, sorban 6-ot, 10 éven keresztül, és hát az az időszak letelt, és most próbáljuk folytatni, és próbáljuk megszabni azt a karaktert, ami majd a következő időszakokban is a Bárka Biennálét fogja jelezni. A Bárka Művészeti Szalon 1996-ban alakult meg Tolnán, kezdetben csak egy baráti társaság volt, majd 2000-ben vált egyesületté. Most 26 évesek vagyunk, jelenleg a tagjainknak a túlnyomó többsége talán az egész Tolna megyei. Korábban volt egy olyan időszakunk, amikor szélesebb kitekintéssel jöttek hozzánk, Budapestről, Székesfehérvárról, Morról, Érsekcsanádról, Kecskemétről, Nagykőrösről, Kaposvárról, Bajáról, tehát többen voltunk valamikor, az egy más világ volt. Most meg pláne, hogy a pandémia is utolért bennünket, próbálunk az egymást elérőket összeszedni, és az egymást támogatóknak a segítségével csinálni kiállításokat. Ebben az évben is lesz körülbelül 5 egész biztosan csoportos Bárka kiállítás, és hát mindenkinek, a tagjainknak, ahogy tudunk, segítünk, vagy ha ő maga megoldja, akkor ő állít ki valahol, vagy az országban, vagy a megyében. Van, aki nem vállal utazást, van, aki nem vállal tömegben megjelenni, lehetőséggel élni, tehát mindenféle ember van köztünk is. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tiszteletben kell tartani mindenkinek a saját döntését, elhatározását, hogy miben, milyen mértékig vesz részt. Megértem azokat is, akik félnek, megértem azokat is, akik úgy gondolják, hogy lehet félni, de ugyan a közösségre, a társaságra, a sorstársakra szükségük van. Meg kell érteni őket, és elfogadni azt, hogy ők így döntöttek. Most megpróbáljuk ezt az évet kihúzni, úgyhogy ha szabadabbak leszünk, akkor kiállítgatunk. Március hónapban a Szekszári Városházán rendezünk új kiállítást. Ott tulajdonképpen az ottani galériát mi avattuk föl, és azóta visszatérünk. És meghívásunk van az őszre Tamásiba, ami úgy most biztosnak tűnik, aztán a többi lehetőséget meglátjuk. Van, aki fest, van, aki rajzol, de minden tag alkot valamit, kivéve a szalon elnökét. Én úgy gondolom, hogy ha valamihez van bármi csöpp, kevés kis húzatom, az a közösség szervezése, összetartása, menedzselése, tehát én ebben élem ki az ilyen irányú vágyaimat, és itt csupa alkotó emberrel találkozom, akikkel most mondom, hadd tudják és hadd hallják, hogy annak ellenére, hogy azt gondolják, hogy az alkotó emberrel nehéz, nem nehéz. Ha az ember megtalálja a hangot velük, akkor kenyérre lehet kenni a csapatot. Az elnök azt is elmondta, hogy a művészet szeretetén kívül mi az, ami még összetartja a társaságot. Talán még az akol meleg. Tehát az, hogy tartoznak egy olyan társasághoz, ahol az egyik kötelező parancs az az, hogy tisztelni kell az alkotó embert, a másik az, hogy tisztelni kell a közönséget, mert közönség nélkül az alkotás csak az asztal fióké. Tehát ezt a két parancsot, ha sikerül betartani, akkor működik a dolog. Én úgy gondolom, hogy lehet ugye a művészet nélkül élni, de nem érdemes.